A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Szép estét kívánok, köszöntöm a fehérvári beszélgetések nézőit. Nos, kedves nézőink, bizonyára egyetértenek velem, hogy a Fejér megyei Szent György Egyetemi és Oktatókórház szakemberei, orvosai rendkívül fontosak számunkra. Fontosak az egész ország számára, hiszen mióta egyetemi oktatókórház lett, azért olyan neves szakemberek dolgoznak itt, akik öregbítik, ha úgy tetszik, az orvostársadalom hírét is. Ennek tükrében hívtam meg mai vendégemet, hiszen nagyon sok mindent tanulhatunk tőle, és nagyon sok mindent megtudhatunk róla. Vendégem tehát Szabó Gabriella, belgyógyász szakorvos, palliatív orvos, a Szent György Egyetemi és Oktatókórház hospice palliatív osztályának vezetője, osztályvezető főorvosát. Csokolom a kezét, tisztelettel köszöntöm. Nos, hát én azt hiszem, hogy az ön pályaíve megérdemli ezt a hosszú beszélgetést, annál is inkább, mert hogy az indítatás rendkívül fontos. Ugye nagykanizsai lány ön, és természetesen a középfokú tanulmányait is Nagykanizsán, az akkori Lanner Jenő, azt már elfelejthetjük ezt a nevet, végezte a gimnáziumban, viszont mindig felvetődik a kérdés, hogy miként választ egy ifjú hölgy pályát magának. Üdvözlöm, és üdvözlöm a nézőket is, és köszönöm szépen a meghívást. Már csak azért is, mert hétvégén volt alkalmam találkozni egykori főnökeimmel, Gógol Árpáddal és Gerben Judittal egy rendezvény keretében, és már akkor is gondolkodtam ezen a beszélgetésen, hogy vajon miről szólhat, és hogy én is belekerülhetek egy ilyen körbe, ami valamilyen érdeklődésre számíthat. Hát igen, aztán elkezdtem gondolkodni, hogy vajon tényleg hogyan alakult az életem. Az ember néha számot vet az ő kis sorsával, és én is végig gondoltam, hogy mi minden történt, és hát tényleg azt gondolom, hogy érdekes, és talán tanulságos is. Akiket említettem, és még sokan mások volt főnökeim, illetve hát mestereim közül, mind jövőépítő emberek, nagy elgondolásokkal, amiket ők meg is tudtak valósítani, amiből nekünk nagyon sok, és Fehérvárnak, és Fejér megyének is nagyon sok haszna származhat az egészségügyben. Én magamat egy olyan embernek tartom, akit mindig a feladat talált meg. Tehát gondolkodtam nyilván valamilyen karrierútban, de valahol mindig a feladat előbb jött, mint hogy én abban nagyon belegondoltam volna, hogy hogyan tovább. Hát igen, Kanizsán kezdtem, egy nem túl erős általános iskolában a tanulmányaimat, ahonnan aztán, mivel a nem túl erős iskolában én azért elég jó tanuló voltam, nem az általam preferált gazdasági szakközépiskolába kellett mennem, akkor még azért elég irányították így a tanulókat, hanem az úgynevezett erős gimnáziumba, ahol ráadásul egy matematika-fizika irányultság osztályba kerültem. Nagyon nehéz volt az első év, amíg felzárkóztam a tanulótársaimhoz, az osztálytársaimhoz, hiszen az a stílus, az a tanulási stílus, az a kicsit versenyistállósabb, az azért azt én még nem tapasztaltam meg. De aztán ez sikerült, és akkor elég jó eredménnyel sikerült elvégeznem a gimnáziumot, és tagja voltam annak a kis szűk társaságnak, akik nagyon jó eredménnyel végeztek. És hát a kérdés az, hogy miért az orvosi felé mentem, mikor már egyszer volt egy ilyen elhajlásom a gazdasági pálya felé. Mindig is emberekkel szerettem volna foglalkozni, ezért merült fel közben az is, hogy tanár leszek. Olyan erős volt ez a dolog, nem a részemről, hogy az akkori matematika fakultációra jártam tanárom, ő nehezményezte is, hogy nem matematika-fizika szakos tanár lettem.
Az orvosi pálya azon kívül, hogy emberekkel foglalkozni, és embereknek segítünk, egy nagyon nagy kihívásnak tetszett, és hát így jelentkeztem az orvosi egyetemre. Pécsre ráadásul. Ugye egy olyan pályaívet adott akkoriban Pécs, ami egész egyszerűen kifogástalan, én azt hiszem, hiszen ne feledjük csak a Szent György kórházunk, ugye Góglár Árpádot említette, de Soltán, Móricz, Simon Kornél, és egy fantasztikus professzorgárda, akiket nem felejthetünk el, és ott volt még Pécsett. Igen. És azt hiszem, hogy ez ideális választás volt. Hát mind logisztikailag ideális választás volt. Akkor mi, még gimnazisták, ugye azért még nem voltunk olyan tájékozottak, mint a mostani fiatalok. Nem jutottunk olyan sok információhoz, de édesapám unokatestvére, ő volt az első orvos egyébként, vagy ő az első orvos a családban, oda járt, és ő is erősen e felé irányított, tehát Pécs felé. Igen, én nagyon neves, főleg az elméleti vonalon, nagyon neves professzorok, illetve tanárok voltak az előadók, illetve gyakorlatvezetők, szemináriumvezetők. És én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon jó iskola volt akkor. És megint egy váltás, hiszen a gimnáziumba, ahogyan a gimnáziumi léthez is hozzá kellett szokni, ugyanúgy az egyetemihez, hiszen az ember hirtelen az önálló életbe belekerül, és ez egy nagyfokú szabadságot ad, ami viszont elviheti olyan dolgok felé, hogy a tanulmányok is háttérbe szorulnak, és akkor a bulik és egyéb ilyen események kerülnek előtérbe. De hála Isten, ott is volt egy úgynevezett kemény maga csoportunkban, akiknek az volt a jó, arra voltunk büszkék, hogy mi tudunk. És gyakorlatról gyakorlatra, szemináriumról szemináriumra készültünk, és szinte egymást vizsgáztattuk. Így, amikor eljutottunk már a vizsgaidőszakig, akkor nekünk volt már egy elég jól megalapozott tudásunk, és ezzel, hogy egymást hát segítettük, de egy kicsit így toltuk is, ezzel nem lett könnyű az egyetem, de valahogy mégis egyszerűbb volt talán így a vizsgaidőszak. Jellemző a mi csoportunkra, hogy mindig az első vizsganapra választottuk be a legnehezebb tárgyat. Tehát ez is mutatja, hogy mi már évközben tanultunk. Ez nem jelenti azt, hogy a bulik elmaradtak. Volt abban is részünk, tehát be tudtuk osztani úgy az időnket. Bocsánat. Tehát így a csapat bizonyította, hogy lehet lubickolni a kihívásban is. Tehát igen. Ideje korán kiderült, hogy milyen szakirányt szeretne? Ez is nehéz volt, mert 1993-ban végeztem. Nagyon vonzott a szülészet, nőgyógyászat. Tehát az, hogy van benne manualitás, és van benne nagyon, nagyon sok gondolkodás, és mégis annak ellenére, hogy manualitás van benne, az ember, az orvos közel tud kerülni a beteghez, vagy pontosabban pácienshez. De akkoriban ez nem volt nők számára annyira egyértelmű. Még vonzott kis szakmaként a szemészet, de tulajdonképpen a belgyógyászat a maga komplexitásával, azzal, hogy tetőtől talpig kell néznünk az embert, magát, ez volt, ami leginkább vonzott benne. Az hatással volt önre, hogy ugye abban az esztendőben, a végzés esztendejében Székesfehérvárra került, 1993-at írtunk, és ugye akkor volt Góglár Árpád, illetve German Juditot is említette. Igen. Akik azért egyengedték az útját. Ó, nekem nagyon nagy szerencsém volt, és ezt azt kell mondjam, hogy valahogy az életem során mindig nagyon jó emberekkel találkoztam. Ez a jó, ez az emberi jót is jelenti, és a számomra jót, tehát olyan nagyságokkal, akik tudtak adni számomra példát, útmutatást, hogy hogyan tovább, illetve tudták segíteni a pályámat, vagy éppen azt az aktuális szituációt, amiben kerültem. Ez igaz így a pályakezdésemre, és én azóta is mindig csodálkozva nézek körül az osztályomon, hogy mennyire jó emberekkel vagyok körülvéve, mennyire kedvesek a munkatársaim, és jó emberek. Mind az orvosokra értem, mind a nővérekre, az asszisztensekre. Tehát, hogy valahogy
valahogy úgy érzem, hogy ez megint csak végkísértés, és ez, hogy Gugul Árpáddal és Gervany Judittal tudtam akkor találkozni, és elnyertem ezt az állást, ezt azt gondolom, hogy ez egy fantasztikus dolog volt. Tehát a bizalmi kérdés, ez bizonyosan megerősítést jelent. Én azt gondolom, hogy egy fiatal orvos számára is. Ez nyilvánvaló, hogy hozzájárult ahhoz, hogy aztán a belgyógyász szakvizsgáját követően azért elindult az az élet, amit elképzelt magának? Mármint az orvosi létben. Hát a belgyógyász szakvizsga után nem sokkal férhez mentem, és megszülettek a gyerekeim. És ez megint egy érdekes fordulat, hogy hogyan viszi az embert mégiscsak vissza az élet arra, amit nagyon-nagyon régen elképzelt. Az is érdekes, hogy amikor még ugye belgyógyász gyakornokként kellett ugye előadásokat tartani, posztereket, stb. Készíteni, akkor is már voltak finanszírozási témájú munkáim, amit szintén Gógul Árpád és Gervany Judit, tehát ők voltak azok, akik nem csak ugye az orvoslással, a beteggyógyítással, hanem ennek bizonyos hátterével is foglalkoztak. Hát ugye nem kell jobb példa arra, mint hogy azért egészségügyminiszterként azért nem csak a beteggyógyításról, hanem annak egyéb hátteréről is szól a dolog. Tehát már akkor is voltak ilyen kis kicsapongások, de aztán, amikor az első gyerekemmel voltam jelen, a férjem felhívta a figyelmet arra, hogy nem nagyon tudok már beszélni a gügyön kívül, meg az, hogy danolászok, nem nagyon találom már a szavakat, és kéne valami iskolát végeznem. És hát elkezdtük bújni, akkor ingyen volt ugye, vagy hát térítésmentesen volt az egyetemi képzés, és jött a közgazdász pálya. És akkor igen, és akkor jött ez, hogy végre ez a dolog, ez teljesülhet. Tehát önnél nyilván kézenfogva járt az orvosi hivatás, és az imént említett egészségügyi ellátás finanszírozási igen. kérdései, így és van. Erre mi más lehet a válasz, mint a Nyugat-Magyarország Egyetem? Igen, igen. És hogy még egy nevet mondjak, a mostani megbízott főigazgató Kovács Attila a csoporttársam volt a Nyugat-Magyarországi Egyetemen, és akkor sikerült orvos-közgazdász oklevelet szerezni. Ez azért volt jó, nem csak azért, mert újra tudok beszélni, hanem azért, mert ez egy egészen más szemléletet is adott. Tehát volt eddig ugye a betegellátás, a gyógyítás, amiben az ember beleásta magát, és nagyon-nagyon benne volt, és akkor közben egy más világ tárult elém, ami azért ennek a gazdasági hátterét is megmutatta. És ez nem jelenti azt, hogy az ember másképpen gyógyít, de valahol más kézzel nyúl a tollhoz, amikor... Kimondhatjuk, hogy a 21. században az önmagában az orvostudomány mellett rendkívül fontos az, hogy a gazdasági vonatkozásait is megismerje egy orvos a tevékenységének. Tehát az egészségügyi menedzsment elengedhetetlen ahhoz, hogy ha úgy tetszik, egy kórház optimálisan működjön? Azt gondolom, nem mindenki... Mert ez a betegek érdeke is. Igen, nem mindenki számára. A szemlélet az szerintem fontos. Fontos lenne, hogyha az orvosi egyetemeken, ha ebből a menedzsmentből, vagy közgazdaságtudományból, vagy egyetlen gazdálkodás menedzsmentből legalább a kommunikációt nagyon-nagyon-nagyon komolyan vennék. Tehát az, hogy mind a beteggel, aki ember, és mind a hozzátartozóval, aki szintén ember, megfelelően kommunikáljunk. Ez nagyon-nagyon előre tudná vinni a gyógyítást is, illetve bármilyen típusú ellátást. Az, hogy igen, hogy valamennyire ismerjük a gazdasági hátteret, az a kulcs szó, amit én először a gazdálkodási tanulmányaim során megjegyeztem, az a forrás allokáció. Az, hogy rendelkezésünkre áll egy bizonyos büdzsé, amiből minden beteget el kell látni, és amiből nem jut mindenkinek szívtranszplantáció, elnézést. Be kell valahogy osztani, valamilyen optimálisan. Nyilván bármilyen nagy ez a kassa, az bármikor elkölthető lenne, de valahogy optimalizálni kellene. És,
És ezek nagyon nehéz kérdések, azt hiszem, és nem az én szintemen, de valahol ott is egy kicsit oda kell figyelni, hiszen keretgazdálkodás folyik az osztályon is, tehát hogy mindig hónap végére is legyen megfelelő mennyiségű gyógyászati segédeszköz például, vagy gyógyszer, tehát erre oda kell figyelni osztályvezetőként. Úgyhogy lehetséges, hogy mondjuk az osztályvezetőknek is kellene valamilyen szintű ilyen gazdálkodási ismeret. Az, hogy elmélyült ebben a történetben, azt mutatja, hogy a irányított betegellátási modell esetmenedzserként, illetve aztán később pályázati, uniós pályázati projektmenedzserként. Ez ugye kapcsolódási pont mindenképpen, hiszen amikor az uniós pályázatok nyilvánosságra kerültek, és lehetőség nyílt arra, hogy pályázzanak a kórházak is, ez egy fontos lépcső a finanszírozási kérdésekben is. Igen, a projektekben elsősorban orvosszakmai szakértőként szerepeltem, de ez nagyon fontos, hogyha egy kórházat tervezünk, az nem egy egyszerű szakmai kérdés, hanem mi a rendelkezésre álló ugye keret, amiben mozoghatunk, ez ugye egy gazdasági keret, de akár ugye helyi keret is, tehát hogy hol lehet elhelyezni egy új épületet, hogyan lehet egy bármilyen projektet megvalósítani az adott infrastruktúrális környezetben, az adott rendelkezésre álló szakembergárdával. Ezek mind, tehát én azt gondolom, hogy akármennyire is orvosszakmai vezetőként vettem részt általában a projektekben, azért ez egy komplex szemléletet igényelt. És én azt gondolom, hogy ebben nagyon jól lehetett ezt hasznosítani, ezt a tudást. Ráadásul erre a tudásra óriási szüksége volt a kórháznak is, hiszen amikor általános orvosigazgató helyettes lett, akkor azt hiszem az addig tanultakat, tehát itt gondolok itt a menedzser szemléletre is, a szakorvosi szemlélettel karöltve természetesen ezt tudta hasznosítani. Méghozzá mindannyiunk javára, mert itt ugye a kórház menedzsmentje, az orvosok, az ápolók, és természetesen a betegek is ennek tudatában, illetve ennek érvényesülését várták. Igen, ettől függetlenül ugyanúgy, ahogy az orvosi egyetem elvégzése után, és a gazdasági tanulmányok elvégzése után is, amikor az ember belekerül egy éles szituációba, azért még mindig van nagyon sok tanulnivaló, tehát az, hogy az elméletet átültessük a gyakorlatba, azért mindig egy icipici időbe telik, de azt gondolom, hogy igen, nagyon, nagyon fontos volt és nagy tanulság volt számomra, amikor a controlling osztállyal és a finanszírozási osztállyal együtt kellett működni, és szerintem iszonyú sokat tanultunk az akkori vezetőtől, és megpróbáltuk azért akkor is optimalizálni, elég nehezen sikerül ugye optimalizálni egy kórház működését, de mindig megpróbáltuk ezt, és karöltve azzal, hogy projektben mégiscsak fejlesztéseket kellett végrehajtani, és közben nyilván orvos szakmai fejlesztéseket is, de működőképesen kellett tartani a kórházat, és mindenki megelégedésére. Tehát ez egy nagy kihívás volt, de szerintem ez egy nagyon szép időszaka volt az életemnek. Tehát megőrizni a méltóságot egyik oldalon, a másik oldalon pedig mindannyiuk érdekében, tehát de elsősorban a betegek érdekében. Igen. Folyamatos, ugye ez volt a folyamatos fejlesztés záloga. Sikerrel járt? Így, ha visszatekint? Én azt gondolom, hogy igen, és a sikerem nem feltétlenül abban mutatkozik meg, hogy mi épült meg, és hanem abban, hogy az akkori munkatársaim úgy gondolnak rám vissza, hogy jó volt velem dolgozni, és ha bármilyen kérdésük, problémájuk volt, akkor hozzám mindig lehetett fordulni, és én ezt továbbra is szeretném tartani, és azt gondolom, a mostani csapatom is így gondolja, és a kórház remélem számos munkatársa is így gondolja. Igen, hát szerintem Orosznál része volt a kórház fejlesztési program megvalósításában, aminek azért látjuk az eredményét mi magunk is. Úgyhogy ez egy fontos pillanat. Mint ahogy az is fontos pillanat, amikor visszatért a szakorvosként az ellátásba, de ehhez ugye későbbiekben megszerzett palliatív licensz is kellett. Igen, először helyettesítést vállaltam csak az akkori krónikus osztályon, ugye szakember hiánnyal küzdöttek,
Aztán egyre inkább beleástam magam, és amikor az előző főorvos nyugdíjba ment, akkor megpályáztam az osztályvezetői állást, és megkaptam, vagy elnyertem. Ez azért jó, hogy ez lépcsőzetesen zajlott, hiszen gyakorlatilag 10 évet kihagytam a szakmából, és azt nem lehet, hogy egyik nap, vagy 10 évig nem művel az ember egy szakmát, és akkor utána hirtelen beleesik. Ebben nagyon jó volt ez a helyettesítés, tehát volt időm egy kicsit visszakerülni a vérkeringésbe. Ugye azt keveset beszélünk róla, erről az ellátásról, a hospice palliatív ellátásról, de azt ugye tudnunk kell, hogy 1995-ben alakult meg az az egyesület, amely ívet ad ennek az egész történetnek, és nagyon fontos számunkra. Azért itt is vannak tévhitek, hogy ez az osztály mit tesz, mit csinál. Én a hiteles részét szeretném röviden felolvasni. A súlyos betegségük végstádiumában lévő, elsősorban daganatos betegek emberközpontú összetett ellátását végzi. Nagyon röviden ez a megfogalmazás, és nyilván ez óriási kihívás rejt az osztályvezető főorvosnak, illetve a munkatársainak egyaránt. Beszéljünk erről az ellátási módról. Tehát 99 óta, addig krónikus osztályként működtünk, addig is láttunk el végstádiumú daganatos betegeket, de 99-ben kaptunk erre finanszírozási támogatást is, így a krónikus osztálynak a feléből lett a hospice palliatív osztály, a másik fele pedig krónikus osztály maradt. Még egy gondolatot hadd mondjak, mert azzal is van egy kis tévedés. Tehát a krónikus osztály nem elfekvő osztály, tehát nem jelenti azt, hogy ott hónapokig csak vannak a betegek. Mi is egy kicsit ilyen félaktív osztályként működünk, tehát a betegeket néhány hétig tudjuk ott tartani, és nem hónapokig, évekig fekhetnek ott. Tehát ez nem egy végleges megoldás. A hospice palliatívra áttérve ez egy nagyon nagy lépés volt, azt gondolom, hogy a kórházon belül egy ilyen ellátási formát meg tudtunk valósítani. Ugye ez volt az első Fejér megyében. Igen. Kórházi szakellátásként az első. Tehát nyilván működnek területi alapellátáshoz kötött hospice otthoni ápolás, és tehát ez általában működik, de kórházi szakellátásként igen az első. 17 ágyunk van, ami néha kevés, néha pedig vannak üres ágyaink is. Őt meg kell említenem, Nyakas Esztert, aki nagyon fontos ápolási igazgató asszony, akinek nagyon fontos szerepe volt abban, hogy össze tudjon állni a csapatunk, és ezért a finanszírozást elnyerhessük. Miről szól a palliatív ellátás? Tehát olyan betegeket látunk el az osztályunkon, akik már nem kapnak aktív onkológiai kezelést, mert a betegségük már olyan stádiumba jutott, vagy pedig annyira gyenge az állapotuk, hogy kemoterápiát, műtétet már nem tudnak nekik biztosítani. Mi a célunk? Az a célunk, hogy akik hozzánk kerülnek, méltósággal tudjanak végigmenni az ő utolsó pár napjukon, hetükön, vagy akár egy kicsivel több időn. Tehát ne szenvedjenek, amennyire lehet, próbáljuk megkímélni őket a fájdalomtól, tehát tudjunk egy olyan támogató ellátást biztosítani, ami élhetővé, vagy egyáltalán az elérhető legjobb életminőséget tudja biztosítani számukra. Ez kivételesen fontos, mondom én is, hiszen, és természetes, hogy az orvosok mellett ápoló, gyógytornász, szociális munkás, pszichológus, dietetikus egyaránt segítségükre van. Tehát ez átfogó támasz nyújt, mondhatjuk. Igen, igyekszünk minden téren. Az előbb már említettem a csapatomat, és tényleg nagyon, nagyon hálás vagyok nekik, hogy annyira emberségesen fordulnak minden egyes betegünk felé, és tudom, hogy ez nem egy kritérium egy egészségügyi ellátásban, de ők szeretik a betegeket. És ha egy icipici sikert is elérünk nálunk, a siker ugye nem olyan léptékű, hogy betolják a műtőbe, és utána tud járni, és hasonlók. Nálunk az is siker, hogyha nem fáj annyira,
az is siker, hogyha a kedvenc ételét valaki meg tudja enni, úgyhogy utána az benne is marad. Tehát nálunk ilyen kis apró sikerek vannak, de mi tudunk együtt törülni a beteggel, és azt, és nem csak a beteggel, hanem a hozzátartozókkal is. És ez nagyon-nagyon fontos, mondom én, hiszen azért az ott dolgozók zöme nap mint nap találkozik ezzel a, ha tetszik, hanem emberi tragédiával, hiszen ott azért ott vannak a hozzátartozók a betegeken túl, akik értelemszerűen helyek között tisztában vannak azzal, hogy mi várható a következő időszakban. És ezért is olvastam érdeklődéssel azt a pályázatot, amelyet önök írtak, a pszichoszociális kockázat, stressz okozó tényezők felmérése és stresszkezelés, hiszen itt az ott dolgozókat kérdezték erről, ezen a területen dolgozókat, mert hogy ez a beszámoló arra rávilágít, hogy az ott dolgozók számára is milyen segítséget nyújt, ha odafigyelnek egymásra. Igen, és ezért fontos a jó csapat. Tehát az, hogy ne csak a szakemberek segítsenek nekünk, úgy, mint pszichológus vagy mentálhigiénikus, hanem hogy egymást is tudjuk támogatni ebben a munkában. És azért fontos a siker is, még ha apró is, mert ez is tud támogatni bennünket, illetve a hozzátartozóktól. Nagyon, nagyon sok támogatást kapunk, tehát lelki támogatást. Tehát ez egy oda-vissza működő folyamat. Tehát ha valaki azt mondja, hogy köszönöm, az annyira nagyon-nagyon jól tud esni az embernek, és tovább tudja vinni a következő betegig, a következő szomorú eseményig is akár. És amikor haza tudunk engedni egy beteget, lehet, hogy csak pár napra, de akkor is az egy nagyon jó érzés, és lehet, hogy 3 nap múlva ugyanott van, de még egyszer haza tudott menni, meg tudta simogatni a kutyáját, tudott játszani, vagy csak megnézni az unokáját, vagy bármivel tudott foglalkozni még, ami ő neki kedves volt. Mert azért lássuk be, ez egy kórház. Hiába van az, hogy elég tág teret adunk a látogatásnak, tehát nálunk 9 és 6 között bármikor jöhetnek hozzátartozók, és bizonyos korlátok között létszámban sem mondunk nemet. És bocsánat, de kisgyerekeket is be lehet úgy hozni, hogy megmutatjuk még a nagypapának. Tehát méltóságot ad mindenképpen egy ilyen látogatás. Én azt gondolom, hogy ez olyan sokat jelent ezeknek az embereknek, amit muszáj megadnunk, tehát nem szabad megtagadni tőlük, nekik ezek az utolsó élmények az életükben, és ennek nem szabad nagyon-nagyon rossznak lennie. És ez megerősítés nyújt az egész csapatának nyilván. Igen, igen, igen. Hogyan tovább? Nem vagyunk rossz infrastruktúrális körülmények között, de az még csodálatosabb lenne, ha 1-2 ágyas kórtermeink lennének, és lehetőségünk lenne arra, hogy a hozzátartozó akár ott is maradhasson a beteg mellett, akár éjszakára is. Próbálunk a mi lehetőségeinkhez mérten, főleg nagyon fiatal betegeknél, kis kórteremben egy elkülönési lehetőséget biztosítani, de hát azért a beteg létszámunk miatt nem mindig megoldható, de igyekszünk valahogy úgy átcsoportosítani a betegeket, hogy főleg ha nagyon fiatalok vannak, akkor a szülők közül valaki ott maradhasson. Ezért lenne jó, hogyha tényleg kisebb kórtermeink is lennének, és ezt a kapcsolatot, ezt tudnánk biztosítani akár az utolsó pillanatig is. Így is igyekszünk, de mondom, ennek azért vannak korlátai. Most nagyon jó lehetőség az számomra, hogy 2 kolléganőm is van, 2 orvos kollega, akik közül az egyikük több szakvizsgás, a másikuk pedig egy szakvizsgával és hát palliatív licenszel rendelkező kollégák, hiszen így lehetséges, hogy elindulhatunk azon az úton, hogy egy hospice palliatív ambulanciát valósítsunk meg. Ennek is azért infrastruktúrális okai vagy korlátai is lehetnek, de megpróbálunk azért ebbe az irányba elmenni, mert azt gondolom, hogy erre nagyon nagy igény van, illetve lehet, hogy a sürgősségi
ettől is át tudnánk venni egy bizonyos fokú terhet, de azért azt hozzá kell tenni, ez nyilván nem éjjel-nappal működő ambulancia lenne, tehát azért olyan nagyon nem, de a mi saját betegeink, mert aki egyszer már nálunk volt, őt egy kicsit a sajátunknak tekintjük, a mi saját betegeink akkor talán egy más úton módon tudnának az ellátásba visszakerülni. Nos, hát kívánom, hogy így történjék, és hát a hospice ellátás 5 fontos pontjával búcsúzzunk. Az elengedés nem lemondás, a tehetetlenség nem gyengeség, a gyász már a halál előtt elkezdődhet, a csend is beszélhet, minden halál a saját halálunkra emlékeztet. Ezzel köszönöm meg, hogy megtisztelt bennünket, és hát önnek és a munkatársainak van sajnos dolgok bőségesen. Ehhez kívánok erőt, egészséget mindnyájuknak. Köszönöm, hogy megtisztelt. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, és önöknek is minden jót. Kedves nézőink, a fehérvári beszélgetéseket látták, a Fejér megyei Szent György Egyetemi és Oktatókórház hospice osztályának osztályvezető főorvosa volt a vendégem. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.